Köszöntöm Önöket, a Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. Ünnepelt a tudományos élet, 50 éve alapították a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottságát. Képzési célú adomány az egyetemnek, a FISMON több mint 2 millió forintot érő fazánt ajándékozott a műszaki karnak. Útjára indult a Nyuszi Batyú, rászoruló családok megsegítésére fogott össze a Pécsi Állatkert és a Magyar Katolikus Karitász. Ötven éve, 1969-ben hozta létre a Magyar Tudományos Akadémia a vidéki bizottságok közül másodikként a Pécsi Intézetet. A félszázados jubileumot ünnepi közgyűléssel köszöntötték, amelyen a régió tudományos és politikai vezetői is részt vettek. Ám nem csupán a múltba tekintettek, a Pécsi Akadémiai Bizottság jövője is szóba került. 50 éve alapították meg a Tudományos Akadémia vidéki bizottságai közül másodikként a Pécsit. A tudományos életet összefogó és koordináló bizottság az Kókóban álló vasvári villába költözött. A Pécsi Akadémiai Bizottság mindig és mindig az elithez tartozott, de nem magyar elit, az európai elithez. És ilyen szempontból a Pécsi Akadémiai Bizottság jelenlegi elnöke Lénárt akadémikus is, és az elődje is tulajdonképpen szolgálták azt, ami a legfontosabb, hogy a magyar tudomány, a magyar egészségügyi tudományosság minél fejlettebb legyen, minél inkább európai színvonalú legyen, mert ami Pécset folyik, az európai színvonal. Az 50 éves jubileumot nagyszabású rendezvénnyel és ünnepi közgyűléssel ünnepelte a PAB, azaz a Pécsi Akadémiai Bizottság. Köszöntőt mondott az akadémia jelenlegi alelnöke, valamint a régió Somogy, Tolna, Zala és Baranya megye képviselői is. Hoppá Péter kiemelte, a PAB feladata volt régen és ma is, hogy a tudományos kutatások eredményeit a polgárok számára elérhetővé és érthetővé tegye. Ezt a pozitív gazdaságpolitikai lendületet, amit az elmúlt évtizedben Magyarország el tudott érni a sok-sok ember munkája következtében. Ezt most a munkaalapú társadalom továbbfejlesztésével egy magasabb hozzáadott értékű munka mindenki számára elérhetővé tételével kell megtennünk, és ebben a tudománynak, a kutatásnak fontos szerepe lesz. Az ünnepi közgyűlésen a múlt mellett az akadémia jövője is szóba került. A tagok bizakodásuknak adtak hangot. A legnagyobb bizalom az akadémiában van a lakosság részéről. Ez egy kihívás, ez egy felelősség, és ezt meg is kell tartani. És én azt hiszem, hogy ha a tárgyalások jól fognak befejeződni, akkor az akadémiának a súlya továbbra is megmarad. Ez nagyon fontos, hogy az akadémiának a súlyát ne rombolják le. Az ünnepi közgyűlés zárásaként ünnepélyesen felavatták Semmelweis Ignác domborművét, majd a bizottság 11 szakterületének képviselői számoltak be jelenleg is folyó munkájukról. Közös sajtótájékoztatót tartott szerdán az MSZP, a DK, a Jobbik, az LMP és a Momentum Pécsi vezetése az önkormányzati választásokkal kapcsolatban. Egy asztalnál jelentették be, hogy Pécset ősszel koordinált jelöltállításban állapodtak meg. Eszerint a pécsi egyéni választókerületekben az önkormányzati választáson egy-egy jelöltet fognak állítani, ebben az ügyben koordinálni fognak egymással. A sajtótájékoztatón elhangzott, a pécsi ellenzéki pártok vezetői abban is megállapodtak, hogy megteremtik annak a szervezeti feltételeit is, hogy idézem, Pécset valóban le tudjuk győzni a Fideszt. Az újságíró kérdésére, miszerint lesz-e közös polgármester jelölt, érdemi válasz nem érkezett. A pártok képviselői azt mondták, jelenleg a koordinált jelöltállításban egyeztek meg, és ezt kívánták bejelenteni. A Fidesz pécsi csoportjának elnöksége a sajtótájékoztatóra reagálva közleményt adott ki, amelyben többek között az áll, hogy véleményük szerint nyilvánvalóvá tették a pécsi bevándorláspárti ellenzékiek, hogy sem választóikat, sem elveiket, sem ideológiájukat nem tisztelik. Pusztán a hatalom megszerzése vezérli őket, amikor az egység hamis látszatát keltik. Az elnökség szerint az ellenzékiek számára nem fontos, mit mondtak korábban, mire kaptak felhatalmazást választóiktól, és nem fontos nekik Pécs és a pécsiek sem, írják a közleményben.
A jövő technológiájával, a legmodernebb fatüzelésű kazánnal is megismerkedhetnek a pécsi egyetemisták. Egy több mint 2 millió forintot érő fatüzelésű kazánt ajándékozott a Pécsi Tudományegyetem műszaki és informatikai karának a FISMAN. A német cég pécsi lányvállalatának képviselői személyesen adták át a képzést fejlesztő eszközt. A kazánon mostantól évente több mint 30 tanuló fogja vizsgálni a legmodernebb technikát. A FISMAN képviselői elmondták, remélik, hogy az itt végzett hallgatóikat hamarosan a cég munkatársai között üdvözölhetik. A Pécsi Tudományegyetemen a legrégebbi technikától kezdve a legmodernebb eszközig mindennel megismerkedhetnek azok az egyetemisták, akik épületgépészettel foglalkoznak. Most egy újabb fatüzelésű kazánnal bővült az egyetem gyakorlati eszköztára. Faelgázosító kazán, tehát ez egy olyan kazán, ami azt használja ki, hogy a fölmelegített fa gázosodik, és ezt a gázt tudjuk maradéktalanul elégetni benne. Így igazából ez az erőssége, hogy ebből elégetlen gázok jó eséllyel egyáltalán nem kerülnek ki. Ezért is mondtam azt, hogy nagyon jó a hatásfoka, illetve az is fontos, hogy ennek köszönhető az, hogy a környezet szennyezése is minimális. A FISMAN által gyártott kazánokból az egyik legmodernebb fajtát ajándékozta a cég a hallgatóknak. Másfél éve döntöttünk úgy, hogy Pécset nyitunk új központot, ami jó döntésnek bizonyult, hiszen azt a kapacitást, amit 3 év alatt akartunk teljesíteni, 1 év alatt elértük. A jövőben pedig további bővítést is tervezünk, mondta a FISMAN Pécsi Szolgáltató Központjának képviselője. A fűtési és hűtési rendszerek gyártásával foglalkozó FISMAN csoport másfél éve nyitotta meg a Pécsi Szolgáltató Központját. A cég közvetlen kapcsolatban áll a Pécsi Tudományegyetemmel és a Simonyi Károly szakközépiskolával és szakiskolával, ahol toborzásokat is tartanak. Másfél éve döntött úgy a FISMAN, hogy legújabb telephelyét, az Pécset hozza létre. Ebben a döntésben nagyon fontos szempont volt a munkaerő kérdése, amint középkopun, pedig felsőfokú szinten megtalálható Pécset. Azonban fontos az is, hogy az utánpótlás biztosítva legyen a képzési rendszer, a legújabb technológiával, a legnagyobb technológiai színvonalon tudja a diákokat, a hallgatókat oktatni. Ez az eszköz, ez ezt segíti annak a programnak a keretében, ami egyébként az egyetem több más vállalattal is folytat, és ennek köszönhetően a diákok megismerhetik a legmagasabb színvonalú eszközöket, másik oldalon megismerhetik azt a céget, aki egy világcégként Pécset, jó minőségi munkahelyet, jó fizetéssel biztosíthat nekik a jövőben. Pécset jelenleg több mint 500-an dolgoznak a FISMAN-nál, de idén 100 főre szeretnék növelni a munkavállalók számát. A német cég azt reméli, hogy az intézményekkel felvett kapcsolat után megfelelő képesítésű emberekre tudnak találni. Áramszünet miatt április 4-én csütörtökön zárva lesz a Vázárhelyi Múzeum, a Mecseki Bányászati Múzeum, a Martin Múzeum, a Szopiáne Állandó Régészeti Kiállítás, a Múzeum Galéria, valamint a Sár Erzsébet utca című kiállítás. Ezen a napon egyedül a Zsolnai Múzeum lesz látogatható a Káptalan utcában. Kétnapos jótékonysági kávézást szerveztek a Pécsi Egyetemen. Az orvostudományi kar aulájában kávé különlegességeket és ízletes süteményeket kínáltak az arra járóknak, a bevételt pedig az Euroaquilo gyermekonkológiai alapítvány javára ajánlották fel. Kedden és szerdán nem a kasszába, hanem egy gyűjtőládába helyezhették a finomabbnál finomabb kávék és sütemények árát a Pécsi Orvostudományi Karra érkezők. A kar hallgatói charity, azaz jótékonysági kávézást szerveztek, amelyhez már második alkalommal csatlakozott a Tettye Café csapata is. A gyerekek a Tettye Kávézónak mindig fontosak voltak. Rengeteg gyerekrendezvényt tartunk a kávézó területén is, és ez az alapítvány olyan tevékenységet folytat, amit mindenképpen fontos tartottunk támogatni. A kávét a Blokk Café saját pörkölt kávéjából készítik a Tettye Kávézó munkatársai. A teljes bevételt az Euroaquilo alapítvány kapja, akik a gyermekonkológiai osztályon folyó munkát segítik eszközök beszerzésével, élményterápiával és egyéb támogató tevékenységgel. A jelenleg zajló kávézásnak a bevételei is a szülőpihenők kiépítését fogják segíteni. Ebből már 2 sikerült az elmúlt években az osztályon kialakítanunk, ami azt jelenti,
jelenti, hogy az osztályon tudnak aludni a gyerekkel a szülők, illetve egy szülő, és nem kell elhagyni éjszakára sem a gyermeket. Sokan döntöttek úgy, hogy a napi kávét most a kihelyezett helyszínen vásárolják meg, és a jótékonyság érdekében nem csupán a kávé árát helyezték a gyűjtőládába. Úgy érzem, azzal, hogy részt vehetek ebben a kezdeményezésben, lehetőségem van a szükséget szenvedő gyermekeket támogatni, amit fontosnak tartok. A jótékonysági kávézást az orvostudományi kar hallgatóinak kezdeményezésére szervezték idén már második alkalommal. A jövőben hasonló kezdeményezések is várhatóak. Április 1-én kezdődött a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász és a Pécsi Állatkert közös húsvéti adománygyűjtése, amellyel rászoruló családoknak segítenek. Nyuszi Batyu névre hallgat a hónap elején indult közös adománygyűjtési akció, amellyel északmecseki rászoruló családok számára gyűjtenek húsvéti ajándékokat. Az adományokat több helyszínen, többek között az állatkert bejáratánál is el lehet helyezni. A Pécsi Állatkert látogatói egyetértenek abban, miszerint ötletes és nemes cselekedetet szolgál a gyűjtés, szívesen csatlakoznak ilyen kezdeményezésekhez. Áldan szoktam, tehát hol az állatoknak, hol az egészségügyi vonalnak, tehát mindig szoktam bármiben, ha kell, akkor szívesen. A jótékony cél érdekében idén először fogott össze a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász és a Pécsi Állatkert. A Nyuszi Batyu kezdeményezés a Magyar Katolikus Karitásztól ered, ők már több éve decemberben karácsony környékén Angyal Batyu néven hirdetnek adománygyűjtő akciót, és idén a Pécsi Állatkertben úgy gondoltuk, hogy a Karitásszal közösen szeretnénk mi is tartani egy olyan adománygyűjtés, amelyel északmecseki falvak rászoruló családjainak tudnánk szebbé tenni a húsvéti ünnepet. Az adakozók április 22-ig helyezhetnek el ajándékokat a Pécsi Állatkert fogadóterében. A szervezők ruhákat, játékokat, édességet, használati tárgyakat várnak. A felajánlók emlékkártyát és sorsjegyet kapnak, amellyel múzeumbelépőt, színházjegyet, állatkerti családi belépőt lehet nyerni. Főbb híreink még egyszer röviden. Ünnepelt a tudományos élet, 50 éve alapították a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottságát. Képzési célú adomány az egyetemnek, a FISMON több mint 2 millió forintot érő fazánt ajándékozott a műszaki karnak. Útjára indult a Nyuszi Batyu, rászoruló családok megsegítésére fogott össze a Pécsi Állatkert és a Magyar Katolikus Karitász. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Szerdán este felhős lesz az égbolt városunk felett, kisebb lokális zápor is lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 fok körül alakul. Csütörtökön napközben enyhén borult időre számíthatunk. A felszakadozó felhőzet mellett időnként a nap is előbukkan. Csapadék nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul. Önök a Pécs TV híradóját látták. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Viszontlátásra!